Fülöp Györgyi vagyok, fülorgégész és audiológus szakorvos, több mint 20 éve praktizálok. Jelenleg két helyen magánpraxist folytatok, az egyik a Zeiser Intézet, a másik pedig a Budai Fülorgége Központ, és ezen kívül egy kórházba járok operálni. Széflézer készüléket több mint egy éve használok, és először családi tapasztalatok alapján ismerkedtem vele meg jobban, és ezek bátorítottak fel arra, hogy a szakmámban is több kórképben kipróbáljam. Hát számomra először, ami meggyőző volt, az a férjem vállizülete és a családban térdizületi panaszok. A szakmámon belül pedig fülzúgós betegek, illetve akut halláscsökkenés, herpesz-zoszter kezelésében voltak vele jó tapasztalataim. Igen, az mindig egy nehéz probléma, amikor kismama vagy szoptatós anya jön el a rendelésre, mert ők ugye mindig azt kérik, hogy semmilyen gyógyszeres kezelést nem szeretnének igénybe venni, de sajnos az nem egyszer fordul elő, hogy egy kisbaba belevisít az anyukának a fülébe, és ettől mérhető halláscsökkenése, tehát hallóideg károsodása alakul ki. És ilyen esetben ugye az anyuka ragaszkodott ahhoz, hogy semmilyen gyógyszeres kezelés, és megpróbáltuk a széflézert használni, és gyakorlatilag olyan 10 nap után érezte a javulást, és egy hónappal a panaszok kialakulásától pedig teljesen elmúlt a zúgás is, és a hallás csökkenése is. Úgyhogy ennek mindketten nagyon örültünk. Az Országos Audiológiai Kongresszuson éppen a napokban tartottam egy beszámolót a széflézeres eredményeimről, tapasztalataimról, és a beszámolót követően számos kollega fejezte ki érdeklődését a készülék iránt.